Egy felmérés szerint Tata lett az ország egyik legélhetőbb kisvárosa. Az elmúlt 8 évben ugyanis folyamatosan csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, de emellett persze sok családi program és fesztivál teszi vonzóvá az élővizek városát. Köszöntjük a stúdióban Mihály József polgármestert, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Épp jó reggelt kívánok! Mit szól a felméréshez, hogy ilyen előkelő helyen szerepeltek? Minden ilyen külső elismerésnek, minden ilyen külső figyelemnek nagyon örülünk, de természetesen, mint városvezetője, a legjobban annak örülök, ha a tataiak is jól érzik magukat a városba, és hála Istennek azért nagy többségében ez is így van. Ugye a biztonság nagyon fontos minden ember számára. Hogy sikerült elérni azt, hogy ilyen jelentősen csökkent a bűncselekmények száma, a regisztrált bűncselekmények száma? Régóta nagyon jó a városvezetésnek, tehát az elődeimnek is nagyon jó volt a kapcsolata helyi rendőrkapitánysággal. Egy nagyon jó csapat épült föl sok fiatallal a tatai rendőrségen, és a megyei rendőrség vezetésével is nagyon jó ez az együttműködés. Nagyon sok olyan extra feladat van, ami miatt nekik valahogy kicsit pluszt is kellett hozzáadni a munkájukhoz, és ezt nagyon jól csinálják. Tehát tényleg egy abszolút barátságos, normálisan, ahogy a hétköznapi ember mondaná, egy normálisan együttműködő. Mi ez az extra feladat, bocsánat? Amit mondod, hogy nagyon sok extra feladatuk van a rendőröknek. Egyrészt az, hogy egy olyan településen élünk mi, ami másoknak nyaralóhely. Minden ilyen helyen valami pluszt jelent. Nem csak, hogy nyaralóhely, hanem szórakozási hely is. A megyébe Tata nem csak a 4 darab 4 csillagos szállodájával és a sok-sok egyéb szálláshelyével, hanem a nagyon sok jó szórakozó helyével is vonza a környékbelieket is, meg a tataiakat is, és a nyári fesztiváljaink pedig különösen vonzóak, és nagyon-nagyon sok van belőlük, és nagy létszámba jönnek Tatára a vendégeink. Ez azt jelenti, hogy a rendőröknek is ehhez bizony olyan plusz munkákat kell vállalni, ami kicsit jobban edzi őket, és ezt a fajta a polgárokhoz való kapcsolódást nagyban segítheti. Tehát nem csak morcos rendőreink vannak, hanem nagyszerű idegenvezetők is, akik együtt élnek a várossal. Én ugye úgy vezettem föl, hogy egy érdekes városról van szó, valóban fesztiválokat rendeznek, ahogy jelezte, 4 csillagos szállodáik vannak, és sok a turista. Ez azt is jelenti egyébként, hogy nyáron akár a 40 000-es városkából 80 000-es, 100 000-es városka is lehet, ugye? A kis térségünk az a 40 000-es, mi a 24 000-en élünk körülbelül Tatán, viszont valóban együtt élünk a 9 településsel, akik a kis térségünket alkotják, és valóban így van, például a Vízzenevirág Fesztivál, ami június utolsó hétvégén van, ott olyan 100 000-en fordulnak meg a 3 nap alatt. Ez pedig már ugye a rendőrökre is ugye plusz terheket ró, hiszen az amúgy békés kisvárosból egy turista paradicsom lehet, ahol akár lopások lehetnek, tolvajlások, kisebb bűncselekmények. Így van. Éppen ezért is ez az együttműködés azért is nagyon hasznos, hogy ezeket megakadályozzuk. Mi a városrészről pedig abban tudunk segíteni, hogy olyan eszközökkel segítjük ezt a munkát, amely az év egészében is támogatja őket. Például egy olyan kamerarendszert építettünk ki, mi a városba bejövő utakat folyamatosan figyeli, és a város főpontjain is egy állandó kamerarendszer működik. Most éppen egy mozgó kamerarendszerre fogunk beruházni, hogy a minden szituációban és minden helyszínen ott tudjunk lenni egy ilyen plusz segítség. Nem ülnek a fenekükön, igen. Milyen fejlesztésekkel, programokkal vonzák a turistákat Tatára, ami önmagában szerintem már eleve gyönyörű, és még hozzá is fűzném, hogy lassan sportturizmusról is beszélhetünk Tatára esetében. Van egy személyes élményem, én is voltam már többször például a Orlékmenen, az ottani triatlon versenyen résztvevőként is, és egészen fantasztikus a környezet, ugye ott az öreg tó és környéke, ahol a különböző sport ágakat ugye űzzük. Szóval mivel várják még az embereket Tatára? Ilyenkor tavasszal, ami hamarosan megérkezik, most már január-február itt a nyár, tehát akármit csinálunk is, csak azért is lesz tavasz. Május utolsó hétvégén van az első nagy rendezvényünk, amit már a külsők is nagyon szeretnek, a hozzánk jövő vendégek. Ez a Tatai Patara, ez egy törökkori várjáték, amiben megelevenítjük azt a szituációt, amikor a törökök elég sokszor elfoglalták a tatai várat, a keresztény hadak pedig elég sokszor kiverték onnan őket, és az utolsó ilyen történet is pozitívan sikerült a mi oldalunkról. Tehát ezt játsszuk el. Utána a tatai sokadalom, az egy néphagyományőrző rendezvény az Angolkertbe,
június közepén, utána június végén az előbb említett Vízzenevirág Fesztivál, aztán nyáron még van egy barokk fesztiválunk, van két nagy halas rendezvényünk, az Öregtóban komoly haltenyésztés folyik most is, a város cége irányítja ezt a munkát, ősszel van egy nagyszerű lehalászási ünnepünk, és aztán az év vége pedig a Vadlúd sokadalomé, amely az elmúlt esztendőben, meg az év végén is hát egy komoly népszerűséget is hozott a városnak, hiszen ezt a Ramsári díjat nyertük el, ami arról szól, hogy a vizes élőhelyek egyezmény, amiben 170 ország tartozik, 18 várost kitüntetett az egész világon, Európában összesen 5 várost, 4 franciát és Tatát. Ennek a sorozatnak a végén ez így szépen mutatott. Igen, ezt érzem, hogy a turistákra csúnya magyar szóval alaposan rámentek, tehát vonza a kisváros a turistákat. Mi úgy vagyunk, hogy azt mondtam a tataiaknak, meg a csapatom is, a képviselőtestület is úgy gondolja, hogy mi mindent a tataiaknak építünk. Nekünk az nagyon fontos, hogy a tataiak jól érezzék magukat. De pont ezért szeretnek bennünket a turisták, azok, akik vendégként jönnek Tatára, mert azt érzik, hogy mintha hazajönnének. Tehát nem egy ilyen külső, kirakatszerű turisztikai fejlesztések folynak, hanem valóban azt szeretnénk, hogy aki hozzánk jön vendégként, az azonnal otthon érezhesse magát. Ehhez az kell, hogy a tataiak nagyon-nagyon otthon érezzék magukat. Szintén a tataiak nyugalmát szolgálja, de nem csak az emberekét, hanem bizony az állat és élővilágét is, hogy Tata szerintem rendhagyó módon egyébként nem csak szilveszterkor tiltotta be a tűzijátékot, hanem egész évben. Valóban ezért volt erre szükség, vagy ezért döntött így a képviselőtestület? Civil kezdeményezésre indult el ez a dolog, ami nagyon tetszett nekem, hogy 3000 aláírást egy ilyen kicsi város civil szervezetei össze tudtak gyűjteni, és ezek a civilek azt kérték, hogy végre érjük már el azt, hogy a szilveszteri nagy durogtatáskor ne tűnjenek el Tatáról a vaddudak. 30 és 50 ezer közötti szám van minden november elejétől, durván február végéig az Öregtavon. Ingadozik ez, néha időjárástól függ, hogy mennyire van meleg, mennyire van hideg. De minden évben szilveszterkor a nagy tűzijátékozás következtében eltűntek Tatáról a vadludak. Most sikerült megoldanunk azt, hogy november elejétől február végéig megtiltottuk a város területén a tűzijáték használatát, a többi hónapokban majd szabad lesz. És ez azt jelentette, hogy az eddigi sok-sok éves minta ellenére most egy pozitív változás történt, több mint 13 ezer vadlúd ott maradt az Öregtavon szilveszterkor is, és együtt szilvesztereztek a tataiakkal békességben. A polgármester úr, nagyon szépen köszönjük, mondhatjuk nyugodtan a vadludak, a békés emberek és a fesztiválok városa lett Tata. Köszönjük. Várunk mindenkit szeretettel. És gratulálunk. Köszönöm szépen a meghívást.